Első alkalommal hirdetett fotópályázatot a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács 2020. október 3 és november 6-a között. A beérkezett 323 darab fénykép szakmai zsűri általi értékelése a közönség szavazás lezárultával a napokban megtörtént, és az alábbi eredmény született. A szakmai zsűri döntése alapján 11 díj odaítéléséről születhetett döntés az alábbiak szerint. Első helyezett a 249. kép. Hozom a reggelit, fattyúszerű etetés, nyereménye 300 ezer forint értékű vásárlási utalvány. A zsűri indoklása. Ebben a képben minden benne van, ami tiszatavi. Ritka pillanat, nehéz lefotózni, emellett mégis mindenki találkozhat vele, mint túrázás, mint horgászat közben. Remek komponálás, szép pillanat, gyönyörű látvány. A második helyezett a 215-ös kép, hajnali futás Sarudnál. Nyereménye 200 ezer forint értékű vásárlási utalvány. A zsűri indoklása következő volt. Aktívan a Tiszatónál, akár nyaral az ember, akár itt él. Felemelő élmény a természetben, vízparton futni, bringázni, sétálni. Ennél a képnél a hangulatot, a szabadságot díjazták. Harmadik helyezett a 318-as kép. Egy stég meséje. Nyeremény 100 ezer forint értékű vásárlási utalvány. A zsűri indoklása a következő volt. A Tiszatavon számtalan holták, kubik, eldugott hely található, amely napnyugta után mesés nyugalom ponttá válnak. Ez a kép jól visszaadja a Tiszató balzsamos éjszakáit. Plusz egy elnöki külön díj, 164-es kép, nyugalom a kikötőben. Nyereménye 10 000 forint értékű ajándékcsomag.